Nagy üdvözlete mindenkinek, áldosság, a a gyümölcsénos vagy, Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán YouTube csatorna. És hát, felbojdult az internet népe, felrobbantak a leveres ládáink, kérem szépen. Ö, valahol joggal kértek egyébként ö, egy, egy videót és egy állásfoglalást, ami egy részről megtisztelő, egy másik részről ö, nem, is, nem is annyira értem. Amiért mégis a videó elkészítése mellett döntöttem, az az a rohadt nagy hype, amit nyilván meg kell lovagolni. A másik pedig ez az Instagram üzenet. Tudom, hogy direkt nincs Magyar Péterről videó, de nagyon érdekelne a véleményed. Ezt írta egy hölgy. Ö, Instán, ahol ugye már régességbe követtél, ugye? Őszintén szólva egyébként nem tudom értelmezni, de lehet, hogy valami olyasmire gondolt a levél megfogalmazója, hogy van valami megállapodás köztünk, vagy esetleg az ellenzéke, vagy döntés ebben. Őszintén szólva, nincs ilyen. Mi az, ami van? Hát kedd. Amire te ezt látod, addigra valószínűleg van szerda. És hát kérdések. Rengeteg kérdés. És nem csak bennem, hanem bennetek is. Akár felém is. Ami tényleg jól esik, de sokra közülük mondjuk én sem tudom a választ. Miért is tudnám? Azért, mert mondjuk megnyilvánulok közéleti kérdésekben, az nem azt jelenti, hogy az én véleményem az az, az irányadó. Sőt, sőt én, én, azt gondolom, hogy a, a kormány narratívájával ellentétben nem is ülök sorosi egyeztetéseken, és nem is azért mentem David Pressmanhoz, hogy itt kapjak, hanem, hanem hogy kajáljak. Na mindegy. Szóval most kérdésekkel fogok én is provokálni, mert hogy, mert hogy nekem is van rengeteg, de előtte nézzük meg, hogy mi az, amit tudunk. Hát, hogy jött egy baba renitens, akiben egyszerre lettek szerelmesek a milfek és a dedit vadászó fiatal is aki úgy felkutta magát azon, hogy kétszer is felmosták a volt a padlót a gazdik, hogy azt mondta, elég. Hát mondja ő. Vagy mondjuk, hogy jött ez a baba arcú rettegő, akiről a gazdiék sokat tudhatnak, és valamivel megzsarolták, és azt mondta, elég. Hát mondják mások. Vagy, hogy jött ez a baba arcú szélhámos, aki Orbáni megrendelése feldarabolja a megmaradt ellenzék szánalmas kis foszlányait, mondják ezt ugye az ellenzéknél. Hát na most akkor melyik ebből az igaz? Nem tudjuk, nyilván. De tudjuk még azt, hogy jól bánik a szavakkal tanult ember, ad a megjelenésére, és tudjuk, hogy határozottnak mutatja magát, de egyértelműen tele van kérdésekkel, félelmekkel, és retteg. Valószínűleg közel egy hónapja nem is aludt egy jót, és hogyha a sztoria igaz, akkor viszont joggal is retteg, hiszen a gyerekei anyja az egyik legbefolyásosabb donna volt a kártelben. Apropó, ugye gyerekek, hát ki tudja, hogy meddig láthatja még őket, hogyha hogyha így folytatják ezeket a dolgokat. Ha azt mondom, hogy az Orbáni Magyarországon, ha valaki szabad szemmel jól látható tömegeket mozgat meg, akkor annak a karakterét megpróbálják meggyilkolni, akkor nem hazudok. 150 ezer a hősök terén? Na, pedofil vagy. 50 ezer az operánál, asszonyverő vagy. Én azért a Városvédő Futások szervezői helyében aggódnék egy kicsit. Még jó, hogy azikát egyébként nem kezdték ki, vagy... Vár csak! csak, oh. Na mindegy. Őszintén szólva, lehet egy hónappal ezelőtt, ha megírják Magyar Péterről, hogy nőverő, vagy bántalmazó, vagy toxikus, vagy pszichopata, ez a videó egészen máshogy nézett volna ki. De mint mondtam, inkább kérdéseim vannak. Például, hogy lehet-e félváról venni ilyen állításokat csak azért, mert én a saját bőrömön tapasztaltam a propaganda gépezet golyóit. Mi az állítás egyáltalán? Mondta valaki magyarra azt, hogy ő nőverő? Hogy jön a képbe itt a HVG? Már velük végeztetnék el a piszkos munkát? És akkor nézzük újra az állításokat. Én magam múlt héten hallottam róla elsőként, hogy ezen a héten Magyar Péter személyét hitelteleni hivatott, hitelteleni hivatott anyagok látnak majd napvilágot. Azt is tudtam, hogy ez nem kormány oldalról fog indulni, legalábbis ez egy ilyen össztűz lesz, legalábbis annak mondták. Azt akkor még senki nem tudta, hogy Magyar Péter ennek elébe megy. Akkor persze még nem tudtam, hogy Dezső András az, akinek az eddigi munkája tényleg csak köszönetet érdemel, tulajdonója azt a jegyzőkönyvet, amit Magyar Péter nehezményez. Csak annyi volt, itt, annyit rövesgettek, hogy majd ki fog jönni egy anyag, és nem a propagandisták részéről. Na mondom, hát akkor popkort a mikróba. És akkor kérdések. Ugye jól döntött vajon, hogy megelőzte ezt? Hogy ez volt a helyes? Mármi Magyar Péter, hogy ő előbb kiállt ezzel? Én azt gondolom, hogy igen. Hiszen még ha nulla a valóság alapja a történteknek is, véletlen sem marad zsarolható, független attól, hogy azt gondolom, hogy Dezső Andrásnak és a HVG-nek ilyen a szándékába sem állt. Hiszen, hogyha csak bármi ilyesmit megrebesgetnek, hogy is van? Mire kiderül, hogy nem igaz se munkád, se követőid, se szerelmed, se egzisztenciád. Ezek a mondatok meg tudnak nyomorítani egy embert, higgyétek el, és ezeket nem csak gondolom. Szóval Péter posztot fogalmazott meg aznap a, ki tudja, hanyadikat, és elindult a politikai Mónika Szóval amit az egyszerű Proli csak álmodhatott magának, hát komolyan mondom, e, tényleg, már csak, tényleg már csak néhány porral e, hiányzott, egy-két felboruló szék, és a végén, hogy azt mondja Mónika, hogy Péter, kérlek ülj egy székkel arrébb. Szóval adott itt egy rendőrségi jelentés, ami akkor még nem volt adott, csak a HVG újságírója tudott róla, és hát Magyar Péter, és akkor megint a kérdések. Hogy kerül egy újságíróhoz egy rendőrségi jegyzőkönyv? Értem én, hogy nem volt rajta a top secret plecs, de hát akkor is. És nem, nem csak Péter oldaláról, hanem hogyha mondjuk Júzus áldozat, akkor az övéről is szerintem ez aggályos. Ha, biztos, hogy felkaptad a fejedet, hogy azt mondtad, hogy ha Júzus is áldozat, és mondhatod azt, hogy hát te Zsolti, tehát te, egy mérő veradíjas áldozatot kiáltó vagy, Belátom, vannak esetek, ahol elég véres vagyok, és nincs párdon, és itt sem egyébként a személyes antipátiám miatt merülnek fel bennem kérdések de ezekről majd inkább egy kicsit késő. Szóval, hogy juthat el egy ilyen anyag egy újságíróhoz? Miért kriminalizáljuk az újságírót, aki amúgy csak a dolgát végezte, és egyébként holt korrekt módon felkereste Magyar Pétert is? Jelzem, hogy ez a kormány oldalra soha nem volt jellemző. Biztos, hogy a HVG a Rogáni megrendelésre csinálta ezt? Esetleg az ellenzék és a kormánypárt is kihívott lát Magyar Péter személyében? Tehát ilyen alapon az ellenségem ellensége a barátom? Vagy egyszerűen tényleg csak oknyomozott a HVG? És hát akkor a jelentés, ami elvileg hamis. Vagy nem. Ami ebben a Pegasusos néni országában azért nem elképzelhetetlen. Na de előkerült, vagy nem, hivatkozunk rá, vagy mégsem, de amúgy mit állít ez a valami? A HVG szerint, akik csak Magyar Péter posztja után közöltek részleteket, előtte Péter, Péter kérésre az anyagot nem publikálták, ameddig ugye nem győződtek meg annak a hiteléről. Szóval a HVG szerint az történt, hogy Nyucus és Peti összeveszett. Egy fos házasság, fos végén, kiabáltak, csetepatéztak a szuterén ablaka alatt. De romi. Elhangoztak durva mondatok, biztos volt a is. E, és hát a most igen nagy jelentőséggel bíró, úgysem hisznek majd neked, illetve bele fog bukni az egész kormány felkiáltásokat is. Kristálytisztán hallotta a szuterén ablak előtt álló rendőr. furi. Furi, hogy pont ezek a mondatok hangoztak el, és hogy pont, hogy a törvényszolga is hallotta. Hát itt ugye nincs is kérdés, hát az, úgy van, ahogy van. Aztán egy kis fittipaldizás a közúton, majd elválasztják a törvényszolgák az apát a gyerekétől, és jegyzőkönyv vége. Ja, a az félt, hogyha, hogyha félt volna, ha nem lettek volna ott a fegyveres őrök, ezt még azért leszögezik azok, akiket jegyzőkönyvet írták. És hát akkor a kérdések ezzel kapcsolatban. Tehát van olyan apa ebben az országban, aki jól reagál arra, hogyha az anyuka az afterről hazaesve, nem én mondom az meg, Peti mondta, hogy burika volt az előtti este Gerinél. Szóval hazaesik az asszony, összepakol néhány diszkrét szettet a kölyöknek, magának, majd azt mondja, hogy megyünk. Hova? Nem mondom meg. Hogy? Egyszer patik elköltözött sok év, és elvitte magával Dezsőt. Egy kutyát. Egy szőrös, büdös Rottweiler tacskó keveréket. Hát hogy hogyha az a veszekedés lenne a jegyzőkönyvben, akkor most szerintem attól lenne hangos az origó. Na, de vissza Petire és Jucira, mert mégiscsak ez a fontos, és a kérdéseimre, hogy miközben van nekem az ő vállásukhoz? Hogy kikivel dugott, vagy nem dugott, nyalt, vagy nem nyalott? Miért kell tudnom, hogy Jucus összepakolta a gyerekeket, amire egyébként a Peti berágott? Miért tartozik rám az, amit egy férj és egy feleség a házuk zárt szuterén ablaka mögött művel és kiabál? Miért foglalkozik ezzel egyáltalán a sajtó? Az egyetlen dolog, amit mondjuk aggályos lehet, hogyha Peti Form hegyezett a nagykörúton, akkor azért mondjuk rúgják segbet. És hogyha bármi olyan dolog van, ami még aggályos lehet, akkor azért is rúgják segbet, de akkor viszont fölmerül megint egy kérdés, hogy eddig miért nem rúgták segbet. Mert hogyha neres vagy, akkor, akkor ezeket megteheted? Na de ameddig egy faszi bántóan, sértően, akár hangosan ordibál a feleségével, és ameddig a feleség ugyanezt csinálja a férjével, amiért mondjuk az lepattan a pulyákkal, az szerintem nem közügy. Kivéve, ha mondjuk te nem a második emelet kettő per B-ben laksz, és nem tudsz aludni tőlük, akkor, akkor szólhatsz a házmesternek, vagy a közös képviselőnek, vagy a, akárkinek. Szóval, hogy szerintem ez, ez így ebben a formában nem közügy, ez így nem tartozik ránk, de javítsatok ki a tévedek. És amikor már így ezeket a gondolatokat így éppen került magamba temetni, akkor jött a tejföl. Hát ugye Jucusnak hirtelen fontos lett a családi belüli erőszak, családon belüli erőszak. Most, amikor ugye az Excel megdönteni látszik az Orbán kormányt, amikor az isztambuli egyezményt kellett volna aláírni, akkor ez még csak ugye hiszti volt. De egyébként figyelj, Jucus, én szeretem, hogy jó irányban változol. Igazad van, mindig van kiút. Látod, te is be tudtad bizonyítani, és sok év kellett hozzá, de beláttad, hogy bizony fontos, mégiscsak fontos az a családon belüli erőszak téma. Na, szóval a tejföl. Ami arra engedt következtetni, hogy Jucus egy bántalmazó kapcsolatban élt. Ami, ha így van, az nagyon nagy baj. Az nagyon szomorú, mert még Jucusnak sem kívánom ezt. Ha Peti egy sziopata, az viszont már közügy. Mert hogy politikai hontalanok messiásaként jelölik meg egy ezt az embert, és hát tegyük már a szívünkre a kezünket, tehát hogy azért egy, egy, egy bántalmazó pszichopata nevezesse már az országot. És akkor jöhetnek a kérdések? Tehát, hogyha Júcus egy bántalmazó kapcsolatban ért, miért nem lépett közben a családbarát keresztapa? Azt mondta Júcus, hogy itt a gácsik azok meg vannak védve rendesen. Most akkor mégsem? Tehát akkor hogyan történhet meg az, hogy maga az igazságügyi miniszter így él? Komolyan vehető az a kormány, amelyik a jobb kezét sem tudja megvédeni állítólagosan. Meg kellette egyáltalán őt védeni? Hogy lehet megosztott felügyeleti jog, ha az apa egy sziopata? Vagy Péter csak Juditra és a kormányra veszélyes, a gyerekekre nem? Nagyon szeretném egyébként, ha akár Varga Judit, vagy akár bárki más, akinek nagyobb állátása van, megszólalna ebben az ügyben, és hogyha Péternek bármilyen van a fülemögött, akkor az viszont derüljön ki. Az én személyes véleményem, hogy nagyon-nagyon furcsa az, hogy a lemondása óta Varga Judit abban az egyetlen egy esetben törte meg a csendet, amikor betarthat a volt urának. Na de mindegy. És végezetül egyébként néhány kérdést Magyar Péterhez is szeretnék feltenni. Mert, mert azt gondolom, hogy, hogy ez sokak kérdése. És tökre örülnék, hogyha ezeket megválaszolná. Mikor jönnek azok a bizonyos atomok. Mert hogy amik itt történtek, azok ezek az ilyen szilveszteri gigapetárdák, amik, amiket így, nem tudom, bedobtam a, a ház postaládájába a gangon, hogy, hogy, hogy így nagyobbat szóljon gyerekként. Hogy így kit érdekel egy köteg 500 eurós, hogy milyen színű nyakkendő volt a Döbrögin, amikor ezeket mutogatta. Mik azok a megdönthetetlen állítások, amiket közel egy hónapja várunk? Te ugye azt kéred, hogy ne féljünk? De vajon te sem félsz? Miért nem mondod ki, hogy ha félsz, akkor mitől? Ha rólad hazudtak, akkor lehet, hogy másokról is? Mindenkire, aki rájuk veszélyes, azokról hazudtak? Mert hogy akkor évek óta, amit az ellenzékről hallunk, az igazából kamu? Akkor lehet, hogy mondjuk a momentum az nem is soros pénzből van? Hogy karácsony délelőtt is volt már ébren, hogy Fegyőr nem szereti jobban a románokat, mint a, a magyarokat, vagy hogy MZP nem küldenek katonákat a frontra, és nem veri a gyerekeit halára. Vagy ne adj Isten, lehet, még a végén kiderül, hogy a gyurcsány nem állott mindenki és minden mögött, és nem tart bangladesi gyerekeket a pincéjébe, hogy abból főzzön a klárának esténként. Ha a propaganda rólat hazudik, akkor lehet, hogy róluk is. Akkor nem volna gáláns mondjuk elnézést kérni, hogy részt vettél közel egy évtized ennek a végtelenül undorító és velejéig romlott hazugsággépezetnek a működtetésében? Engem nagyon érdekel, hogyha mondjuk helyzetbe kerülsz, folytatódik a szik elleni háború? Házasodhatok majd, vagy mondjuk fogadhatok örökbe? Oktatás, cigányság, gyerekvédelem. Ezek nekem fontos kérdések, és engedd meg ezt a kitekintést. Azt mondtam hetekkel ezelőtt, hogy nem bízom benned. A bizalma még most sem megingathatatlan félértés Vannak olyan összetéveszetetlen dolgok viszont a viselkedésedben, amik miatt a nap végén mégis azt mondom, hogy nem hiszem el azokat, amiket rólad állítanak. Nem akarom elhinni, amikkel téged besároznak. De nem tudom valaha képes leszek -e, illetve sokan képesek leszünk-e elvonatkoztatni attól, hogy tartó pillére és egyik bizalmasa voltál ennek a rendszernek. Pláne úgy, hogyha ezért még igazából bocsánatot sem kértél, és nem feltétlenül szavakkal, tettekkel, tudod, az atomokkal például. Lehet ide már mondjuk az orosz tárbomba sem lenne elég, de én igazából minden kis patárdának örülök, amit a NERV találdájába dobsz. Csak hát úgy néz ki, hogy az kevés lesz. Hetekkel ezelőtt még azt gondoltam, hogy a felbukkanásod több, mint gyanús. Most már azt látom, hogy ennyire hülye nem lehet a kormány, hogy konkrétan egy navalny csinál belőled, vagy hogy mozit csinál abból, hogy a sajátját, az egykori sajátját hogy pusztítja el. Ráadásul azokkal a módszerekkel, melynek egészen ezelőttig te is híve voltál, hiszen hogy is idézted? Vétkesek közcinkos, aki néma. Elhiszem és sajnálom, hogy minden egyes vágás, amit, amit rajtad ejtenek, az arra emlékeztet, hogy ennek a karnak a pengét bizony te is élezted, de be kell látnod, hogy innen már nincsen visszaút, és hogyha tudsz valamit, akkor ki kell tálalnod. Ez nem egy presszió, de ha gondolod, akkor tekintsd annak. Mert ezt a választásokig nem lehet elhúzni. Nem szimpatikus az, hogy úgy mutogatsz visszafelé, mintha te nem abból a tortából falatoztál volna. Megértem, a saját személyed védelme, az, az most felemészti minden idődet, de, de szerintem ez csak korrektán lehet. Megváltozhat valaki? Meg. Megváltozhattál? a véleményed? Persze. Jóvá teheted? Persze, ha kitartasz mindenképp. De abban biztos vagyok, hogy sokunk támogatását csak egyféleképpen nyelheted el. Mégpedig, hogyha a búrsítelés helyett mutatsz valami kézzel foghatót. Azt mondtad, csütörtök. Akkor lesz valami nagy buli, az két nap. Figyelj, én tíz éve várok. Ez a pár nap nekem már belefér. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Bízom benne, hogy kapunk választ a kérdésekre. Sok kérdés van bennem, nyilván bennetek is. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül azt látni, hogy valami megmozdult az országban, azért nagyon felemelő, és, és ez egy szívmelengető érzés. És nem is akarom, hogy egy hamar kipukkanjon. Úgyhogy, hát... Hajrá mindenkinek, hamarosan találkozunk, legyetek jók, szép hetet, boldogságos hetet kívánok nektek. Van-e valami fontos, amit el akarok mondani? Nincsen. Köszönöm, hogy velem vagytok. Legyetek jók, sziasztok!